A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, amelyben a polgármestert kérdezhetik akkor, hogyha felhívnak minket az 516-110-es telefonszámon. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Cserpalkovics András polgármester urat, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, és én is köszönöm szépen a meghívást és lehetőséget, hogy Fehérvárról beszélgethetünk. Mondom is az első kérdést, mert rengeteg kérdés érkezett hozzánk. Online formában Tóth Balázs kérdezte, hogy a Nagyszombati út problémáival kapcsolatban várná a választ. Az első, hogy a 24-es buszjárat egyeztetése a 22-es Kisfródi járattal. Kérdése még az, hogy a 25-ös busz miért nem jöhet ki a 24-es végállomásáig, mert hogy gyakran vannak színházi előadások, koncertek vagy egyéb program, amit nem tudnak úgy megoldani az ott élők, hogyha csak egy járat van óránként. Hát ez lenne a kérdése. És köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm szépen a sok kérdést, akár online, akár majd betelefonálás formájában érkezik hozzánk. A Nagyszombati út és egyáltalán a közösségi közlekedés hálózat és menetrendje vonatkozásában fontos elmondanunk, hogy elkészült egy letisztázottabb formája egy korábbi hálózati tervnek. Szeretnénk jelentősen bővíteni a hálózatot, ezáltal a menetrendet is, és ronda szóval és kifejezéssel a futott kilométerek számát, tehát magyarul növelni a szolgáltatást. Nem egyszerű, mert nyilván ez anyagi kérdés, most is kb. 2 milliárd forintos veszteséggel működik a jelenlegi hálózat. Nyilván, ha ezt növeljük, akkor ez várhatóan nőni fog, tehát ennyit kell az önkormányzatnak kiegészítésként finanszírozni, de elkötelezettek vagyunk, hogy bővítjük a buszközlekedést, ez érinteni fogja az Öreghegy közlekedését is, előrelépéseket fog tartalmazni, és ütemezetten fogjuk tudni ezt bevezetni, és hamarosan az első ütemét ennek a bizonyos hálózati és menetrend bővítési programnak be fogjuk mutatni. Most a Volánnal van még néhány egyeztetés, utána ezt nyilvánosságra fogjuk hozni, megint lesz az a tervező program, tehát mindenki a saját általa használt útvonalak tekintetében is időpontokra szűrve meg fogja tudni nézni, hogy tud előrelépni az ő közlekedése szempontjából ez az új menetrend. Kérjük, hogy ezt majd véleményezzék, akkor is, ha ez tetszik valakinek, akkor is, hogyha valamilyen kritikája vagy kérdése van, és utána ezt be fogjuk vezetni. Fontos elmondanunk, hogy az első ütem az meg fogja oldani az új multicsarnoknak a közösségi közlekedését is a Budai út irányából, illetve az albaipari zónához kapcsolódó közlekedést is. Ez értelemszerűen az öreghegyi járatokat is érinteni fogja. Úgyhogy pici türelem, ezt be fogjuk mutatni, és hogyha megkaptuk a visszajelzéseket, akkor azt követően fog tudni a bevezetés időpontjáról a közgyűlés dönteni, de 24-ben az első ütem vonatkozásában szeretnénk előrelépni. Köszönöm, közben kollégáim jelezték is, hogy itt az első telefonálunk. Köszöntöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy fogadták a hívásomat. Az lenne a kérdésem, hogy olvastam, hogy fel lehet ajánlani karácsonyfát a város számára, és szeretnék érdeklődni, hogy ennek mi a pontos menete, valamint, hogy ez azt jelenti, hogy idén is lesz adventi programsorozat? Hát ezt is köszönöm szépen a már azt is, hogy gondolkodnak a felajánláson. Egyrészt is szeretném megnyugtatni önt is, illetve mindenki mást is, hogy lesz adventi programsorozat, lesz adventi vásár, lesznek rendezvények, sőt meglepetésekkel is készülünk az idei adventi időszakra. Ez a jégpályát is érinteni fogja, és a karácsonyi diszkivilágítást is szeretnénk bővíteni, és valóban várjuk a felajánlásokat. A Városgondnokság irányába lehet ezeket a felajánlásokat megtenni. Nyilván a város főterére a karácsonyfa az egy kifejezetten méreteit tekintve szándékaink szerint újra egy szép és kifejezetten nagy fa lenne, viszont más akciókra is készülünk, tehát adott esetben kisebb fák felajánlása is érdekelheti a várost, úgyhogy kérem, hogy a Városgondnokságot keressék ebben az ügyben. A médiacentrum oldalain, a város honlapján, vagy az én Facebook oldalamon is meg fogják találni azokat a pontos leírásokat, hogy ezt hol és milyen módon lehet megtenni, de mondom, a városi felületeken is elérhető, a Városgondnokság várja ezeket a felajánlásokat, és még egyszer hálás szívvel köszönjük ezeket.
Köszönöm szépen, és hogyha már említette, is köszönjük, hogy hívtak minket. Várjuk továbbra is az 516-110-es telefonszámon a kérdéseiket, de közben, ahogy említettem is, hogy online is több kérdés érkezett. Említette ugye az új stadiont, ahol azt írják, hogy a közlekedési megoldás mindenhol tökéletes, de a másik oldalon, a Béla útig meg, ami megy, az egyszerűen borzasztó, járhatatlan a járda, életveszélyes helyen van az író szerint a buszforduló, és a busz megálló világítása megoldatlan továbbra is. Ezzel kapcsolatban is érkezett kérdés. Ez most a Béla útra vonatkozott? Igen. Ugye az Öreghegyen szeretnénk tovább folytatni azt az útfelújítási, járdafelújítási programot, amit elindítottunk. Ugye annak azért szerintem több út vonatkozásában látszik is az eredménye, hogy a legnagyobb gyűjtő útfelújítása, például a Fiskális út ugye megtörtént. Ezt most folytatni fogjuk a Krasznai és az Udvardi út tekintetében, és ugyanezt szeretnénk megtenni a Nagyszombati út esetében is, ez ugye eléri már a Béla utat, viszont a Béla út tekintetében ott bizonyos szakaszok azok nem önkormányzati fenntartásban vannak, hanem állami fenntartásban is. A járdákat meg fogjuk vizsgáltatni és nézetni a Városgondnoksággal. És maradunk Öreghegyen, szintén az fmc.hu oldalára érkezett a kérdés, mégpedig az, hogy meddig működik a Murva bánya. A rossz állapot úttestet még továbbra is tönkre teszik, és ez szintén nagy problémát oldanak a Murva bánya és a nagy forgalom miatt. Egyre nagyobb a légszennyeződés a kérdező szerint. Ugye pont az a cél, hogy minél hamarabb a bánya visszatöltése megtörténjen, és azt követően pedig a környezet ilyen értelemben is rendezhetővé váljon. Ez természetesen az utakat, utcákat is érinti, bár ugye alapvetően szervizutat használnak a gépjárművek. Tehát például a Nagyszombati út az nem azért ment tönkre, az ma nagyon megérett a felújításra, erre készülünk. Egyébként a tervek gyakorlatilag készen állnak, ahol engedélyre volt szükség, az rendelkezésre, és most tárgyalunk az állammal, hogy adott esetben, ha az elszükséges forrást a város megkapná, akkor ezt valószínűleg gyorsabban meg tudnánk valósítani, mint hogyha ez a közútkezelőn keresztül történne meg. Meglátjuk, hogy esetleg a jövő évben előre tudnunk-e lépni, ez lenne a célunk. És természetesen az, hogy a bánya vonatkozásában is minél hamarabb le lehessen zárni ezeket a munkálatokat. Egyébként a kiadott engedélyek tekintetében gyorsításról van szó, pont azért, hogy ott ezek a jelenségek minél hamarabb megszűnjenek. Köszönöm szépen, hogy Tóth Balázsnak a kérdéseire válaszolt. Nagy Gizella is küldött egy e-mailt, aki azt írja, hogy olvasott az alsóvárosi rét megújításáról. Nagyon örül a sok új zöld területnek, viszont gondoltak-e arra, hogy vandál biztos megoldással készüljenek a kihelyezett bútorokra, mert az a tapasztalata az e-mail írójának, hogy sokan nem kímélik ezeket a kihelyezett bútorokat, valamint szívesen tölti a palotavárosi tavaknál is a szabadidejét, ahol korábban 4-5 ilyen piknikező asztal és pad is volt a hölgy leírása szerint, amiket azonban azt tapasztalta, hogy tönkretették, ők szívesen használták ezeket a kihelyezett bútorokat, és lehet-e számítani, hogy ezeket rendbe teszik, vagy pótolják-e, polgármester úr? Hát, ugye először is arra kérnék mindenkit, hogy a közösre különösen vigyázzunk. Tehát, hogyha valamit fejlesztés, beruházás keretében meg tudunk valósítani, fejleszteni tudunk, ki tudunk helyezni mondjuk utcabútorokat, akkor azt mindenki használja, de használjuk úgy, hogy utána más is használni tudja. Tehát vigyázzunk ezekre. A palotavárosi tavakkal kapcsolatos észrevételt megnézetem. Az a kérésem esetleg a kérdezőtől, hogyha megküldené nekünk, hogy pontosan melyik részére gondolom, hogy az elég nagy terület, akkor azzal megkönnyíti az én, illetve a Városgondokság munkáját, de természetesen arra ígéretet tudok tenni, hogy ezt ha lehet, akkor pótolni fogjuk. Az alsóvárosi rét esetében ugye 30 hektárt érint a 100 hektáros területen belül most ez a beruházás. Talán annyit érdemes az előzményekről elmondani, hogy ugye ez korábban magántulajdonban volt ez a 100 hektáros terület, és ipari beépítésre szánt terület volt. Tehát azt sikerült megmenteni. Tehát be lehetett volna építeni mondjuk egy ipari üzemmel azt az egész zöld területet, akkor sikerült ezt azzal megakadályoznunk, hogy a Modellvárosok program keretében kormányzati forrásból, tehát állami forrásból meg tudtuk vásárolni ezt a területet, tehát ma már ez önkormányzati tulajdonban van, az egész alsóvárosi rét. Van még egy pici erdő terület a szélén magántulajdonban, arra is kísérletet teszünk, hogy most megvásároljuk. Átminősítettük zöld területté, tehát már nem beépíthető, és így alakult ki a szakemberekkel egyeztetett módon ez a 30 hektáros kis parkosítás. A 70 hektárhoz
pedig nem nyúlunk, hanem az marad abban a formában rét, ahogy ezt a természet intézi, mert ez volt a szakemberek javaslata, különösen az élővilág védelme érdekében. Szerintem nagyon szép lett ez a 30 hektár. Most úgy néz ki, hogy sajnos az időjárás nem fogja lehetővé tenni, hogy egy ilyen kicsit ünnepélyesebb, kirándulósabb szombat délelőtti program keretében adhassuk át a nagyközönségnek, de valójában a nagyközönség már birtokba vette, hiszen azt tapasztalom, hogy sokan sétálnak, futnak, kutyát sétáltatnak, és én úgy érzem, azok is a visszajelzések, hogy tetszenek, hogy ott van egy épület, ez egy szociális blokk, ahol nyilván a mosdók vannak, ahhoz kapcsolódóan a parkoló, ennek az engedélyeztetése még hátra van, néhány héten belül ez is le fog zárulni, és akkor ezt is meg fogjuk tudni nyitni. Az a célunk, hogy legyenek kiránduló helyek a városon belül, és szerencsére egyre több ilyen van. És az is a tapasztalat, hogyha ilyet ki tudunk alakítani, azt az emberek szeretik, használják, és az emberek döntő többsége ezekre vigyáz is. Azt kérem, hogy ez legyen az általános. Igen, hát én már a hétvégén teszteltem a kutyánkkal és a gyerekekkel ezt a helyszínt, és azt láttuk, hogy tényleg sokan vannak, illetve hogy kvázi ilyen faültetés, erdőtelepítés így zajlott. Nem vagyok ebben szakértő, de azt láttam, hogy vannak új fák. Igen, tehát ott ugye magának ennek a területnek egy részén tudtunk fákat ültetni, elég nagy számban. Nyilván ezeknek egy kis idő kell, hogy majd megnőjenek. Illetve a terület mellett és a palotavárosi tavak mögötti területeken, az elkerülőnek a városfelüli oldalán és túloldalán is már az elmúlt években is erdőt telepítettünk, a Vadex-szel közösen, és éppen pár nappal ezelőtt mutattuk be, hogy az első hektár erdők, azok bizony már nagyon-nagyon szép erdőképet is mutatnak. Nyilván a természetnek ehhez idő kell, de a cél az, hogy minél zöldebb, virágosabb legyen a város, és legyenek ilyen zöld oázisok. Mert ez jó a természetnek, jó az élővilágnak, és szerintem jó az embereknek is, hiszen igazán túl sokat nem is kell menni ahhoz, hogy kirándulni lehessen, szinte a városon belül. Köszönöm a választ, közben jelezték kollégáim, hogy László itt van velünk a vonalban. Köszöntöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Üdvözlöm, Terpszis László vagyok, Palotaváros, Kelmen Béla utca, és a Bakonyi utcai átkötés, a Körgyűrű átkötéssel kapcsolatban ugye tudom, hogy most lesz egy, tehát hogy ez egy halasztásra kell, illetve elcsúszik ez a támogatás hiánya miatt, illetve... Remélem nem, de mindjárt elmondom, hogy hogy állunk pontosan. És igazából itt az lenne a kérdés, hogy itt a Kelemen Béla, Horog utca, Jankovics utca vonalon, ugye kerülő útnak használják tulajdonképpen ezt a nem erre méretezett útszakaszt, és kérdésem a következő, hogyha ez megtörténik ez a bekötés, akkor hogy lehet ezt az útszakaszt tehermentesíteni, mert értelemszerűen biztos, hogy több lesz a forgalom. Ez is köszönöm szépen. És ez komoly probléma. Köszönöm szépen a fontos kérdést. Nekünk az a célunk, hogyha ezt az új gyűjtőutat meg tudjuk építeni, akkor az átmenő forgalmat azt a gyűjtőútra tereljük majd. És a gyűjtőútra rávezető kisebb palotavárosi belső útszakaszokról ezeket áttereljük erre az új útra, ugyanúgy, ahogy ez a déli összekötő útnál megtörténik. Nyilván itt lesznek olyan közlekedési beavatkozások, amik a Palotaváros egyéb útszakaszait lassítani fogják. Az ott élők számára kényelmes marad, viszont mások számára pedig az áthaladást azt kicsit kényelmetlenebbé teszi, tehát a gyűjtőútra tereljük őket. Bízunk benne, hogy egyébként ez a gyűjtőút és ennek építése nem fog késedelmet szenvedni. Ugye a város saját forrásokból a tervezést, engedélyeztetést azt nagy részben már elvégezte, részben pedig még folyamatban van. Jövőre szeretnénk a nyomvonalhoz szükséges területek kisajátítását végigvinni, és abban bízunk, hogy mire eljutunk a kivitelezés lehetőségéig, addig ezek a bizonyos Európai Uniós források is megérkeznének, és utána el tudjuk kezdeni a kivitelezést mondjuk 2025-ben, tehát mi ezt nem szeretnénk húzni, ez egy nagyon-nagyon fontos új út kapcsolata lenne a városnak, és azért is fontos, mert előbb-utóbb a Balatoni útnál a töltéshez hozzá kell nyúlni, hiszen ott csak felújítani tudtuk, megerősíteni, de miután nem lehetett hónapokra lezárni, ezért nem tudtuk teljesen az alapokat átdolgozni, ráadásul vasútfejlesztés is fog a jövőben ott állami beruházásként megvalósulni, tehát ezért is szükséges az, hogy a Bakony utcai átkötés megtörténjen. Fontos előrelépést jelent, hogy ebbe az bizonyos Európai Uniós program csomagunkban az Úrhidai út is szerepel, és az Úrhidai út elkerülő úttal összefüggő csomópontjának kiépítése is.
ami pedig pont ezekről a területekről a forgalom egy részét, az átmenő forgalom egy részét, azt át fogja terelni az elkerülő utak ezen szakaszaira. Tehát bízunk benne, hogy a belső tehermentesítés így is meg tud majd történni. De amikor biztosan tudjuk már azt, hogy mikor tud elindulni ez a fejlesztés, úgyis fogunk tartani lakossági fórumot, és ott a közlekedési szakemberek el fogják mondani, hogy milyen forgalomcsillapítási intézkedéseket szeretnénk ezen út megépülését követően a Palotavárosban megvalósítani, éppen azért, hogy a szükséges forgalmon túl magát, az átmenő forgalmat, azt kiszorítsuk ezekről a belső, és nyilván nem erre a forgalomra tervezett útszakaszokról. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen a választ. Közben Horváth János telefonált adásunk ideje alatt, viszont ő nem szerette volna élőben feltenni a kérdéseket. A Donát utcával kapcsolatban szeretne kérdezni. Kollégáim jelezték a kérdéseiket, hogy rögzítik. Az egyik az, hogy a bányató mellett szakasz le van zárva. Van-e valami terv, lehetőség ennek a megnyitására? Ez volt az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy a Donát utca 45 számú épület önkormányzati tulajdonban van, azonban folyamatosan romlik ennek a családi háznak az állapota. Miért nem hasznosítja ezt a várost valahogy, vagy van erre valami terv, polgármester úr? Mind a kettőre van terv. Kezdjük el az elsővel, tehát a bányatónál lévő útszakasszal. Ott hiába van azonban az önkormánynak terve, az magántulajdonban van. Magával a partszakasszal együtt. Mi a magántulajdonos felé tettünk évekkel ezelőtt egy ajánlatot vagy javaslatot, hogy a város, ha ingyen megkapja ezt a területrészt, nyilván nem az egész tavat, nem a felső épületeket, hanem magát a partfalat, magát az útvonal nyomvonalát, akkor mi viszont átvállaljuk a partfal megerősítésének és az út felújításának költségét. Ez egy sok-sok 10 millió forintos költség volt már akkor is. A magántulajdonos ezt sajnos elutasította, azóta is egyébként mi úgy tudjuk, hogy perben áll a bányahatósággal, talán a Veszprémi bíróságon, de ebben az önkormányzat nem tud lépni, mert nem tulajdonos. Sajnos lezárásra került viszont az útszakasz, mert jelenlegi állapotban balesetveszélyes. Az ingatlan tulajdonosának egyszerűen föl kéne újítani, és a partfalat meg kéne erősíteni. Ha ezt nem kívánja megtenni, akkor ezt a város átvállalja, de az nem korrekt szerintem, hogy vásároljuk meg azt, ami utána sok 10 millió forintos költséget jelent majd az önkormányzatnak, úgyhogy ezt nem tudjuk vállalni, hiszen a közpénzekkel, amik mégiscsak a vállalkozások helyi adóbevételéből származnak, felelősen kell járni, gondolom ezzel az ingatlan tulajdonosa is egyetért, de a felajánlást itt is megerősítem, hogyha ezt a részt ingatlan együttest átadja az önkormányzatnak ingyenesen ajándékformájában, akkor az ezzel járó felújítási, megerősítési kötelezettséget és annak költségeit is a város kész átvállalni, és utána ezt megvalósítani. Egyébként egy kis hidat is kitaláltunk a bányató fölött, és ezáltal körbejárható lenne a terület, és szerintem ott ez a nagyon szép, megint csak kis kiránduló helyé tudna alakulni egy kiváló étteremmel mellette, tehát szerintem ennek sokan örülnének. Ami pedig az önkormányzati tulajdonban lévő, ugye a kereszthez közel lévő ingatlant érinti, ugye az azért került annak idején megvásárlásra, illetve kisajátításra, mert ott egy keresztútnak a kiépítése és nyomvonala került megtervezésre a Budai út irányába, ami egy fontos útkapcsolat lenne, de sajnos jelenleg nem tudjuk pénzügyileg finanszírozni, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy ez mikor tud megépülni. Fölmerült az is, hogy ha közeljövőben ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor lehet, hogy egy alternatív közlekedési lehetőséget keresnénk, akkor viszont ezt az ingatlant az önkormányzat értékesíteni fogja. Arra, hogy egy családi házat az önkormányzat saját forrásból felújítson, arra nincsen lehetőség, tehát ott vagy útkapcsolat fog kialakulni, vagy pedig értékesítés után azt egy magán tulajdonos fogja felújítani, de ebben még döntés nem született, jelenleg oda egy út nyomvonala került megtervezésre. Egyébként ez nem most alakult így, hanem 2010 előtt történt ez a kisajátítás, illetve ennek a szabályozási vonalnak a megjelölése. Köszönöm szépen, hogy válaszolt. Közben jelezték kollégáim, hogy még egy kérdés érkezett, itt azonban név nélkül nem szeretné ismételten feltenni a kérdező közvetlenül, de tolmácsoljuk a kérdését, ami a Móri úttal kapcsolatos, a felújításhoz kapcsolódik tulajdonképpen. A távolsági buszok a felújítás óta a Mészői Géza utcán keresztül járnak, nem a Barátságháza melletti kis utcán,
után, mint korábban. Így nagyon sokat késés a buszoknál, és az a kérdezőnek a gyakorlatilag a kérdése, hogy ez így marad, vagy van erre valami terv? Ugye zajlik a felújítás, ez egy építési terület jelenleg, csak nem szerettük volna teljesen lezárni, hiszen ez egy nagyon fontos közlekedési része és csomópontrendszere a város közlekedésének, és nem csak a fehérváriakat érinti, hanem a Mór irányából érkező forgalom vonatkozásában is ez nagyon fontos. Ezért ilyen átmeneti megoldások kerültek kijelölésre. Mindig, ahogy a felújítás lehetővé tette, úgy döntött a beruházó arról, hogy mikor melyik részét lehet használni. Egyébként éppen a mai nappal már a Mészöly irányába, a Malom utca irányába nyitottak vissza új szakaszokat, hiszen a beruházás egyre több elemmel készül el, és pár héten belül a teljes Móri útnak ez az első, illetve részben második üteméhez kapcsolódó beruházás is lezajlik. Szeretnénk azonban egyértelművé tenni, hogy az a belső kis utca az nagy távolsági buszok forgalmára egyszerűen alkalmatlan volt, ezért ezt kijebb hoztuk, ugye lesz egy külön erre kialakított nagy buszmegálló, ott fogjuk tudni ezeket fogadni, és én bízom benne, hogy egyébként a közlekedés visszaáll a rendes körforgásába, akkor ott nem lesznek ezek a fajta fennakadások. Ma ezek azok azért vannak, mert bizonyos elemek le vannak zárva, ezért maguknak a buszoknak is kerülő úton kell közlekedni, de ezek feloldása hamarosan meg fog történni. Én mindenkitől már csak egy pici türelmet és megértést kérek, viszont szerintem megállapíthatjuk, hogy tényleg nagyon-nagyon szép és rendezett lett maga a Móri út. Mégiscsak kialakult a kerékpáros közlekedés lehetősége, felújítás nyomán korszerű útburkolatot kapott, a közműveket tudtuk cserélni, körforgalmakat tudtunk kialakítani, és szerintem egy szép, igazi európai, szoktuk ezt így fogalmazni, útkapcsolatrendszer alakult ott ki. Egyébként ez Európai Uniós forrásból, ez is mutatja, hogy nekünk szükségünk lenne arra is, hogy ezek a források a jövő évek vonatkozásában is Fehérvárra időben megérkezzenek. Köszönöm szépen a választ. Van egy telefonáló a vonalban. Köszöntjük is, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Kovács György vagyok. Következőt szeretném kérdezni. Tiszteletem, jó napot. A magyar király felirást a szállodára leverték. Nem tudom, hogy miért, mert ezt mindenki úgy tudja, hogy ez magyar király. Sőt, az 56-os megemlékezésnél azt mondták, hogy a koszorút helyeznek el a magyar király épület oldalán lévő táblánál. Hát nincs magyar király. Ezt miért nem lehet visszatenni? Ez a kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a kérdését. Nyilván a kérdező a szívemből szólt. Magam is Facebook oldalon véleményemet ezzel kapcsolatban leírtam még a nyári időszakban. Nem igazán értem magát a döntést, hiszen az én tudomásom szerint a hotel nevében a magyar király nevet megtartotta. Tehát ez továbbra is hiába egy új szállodalánchoz tartozik. Ettől még magyar király is benne van a szálloda nevében. Egyébként szerencsére nem verték le a feliratot, hogyha valaki az épület előtt fölnéz, akkor azt látja, hogy a mostani külföldi láncot magába foglaló név mögött vagy alatt ott vannak a régi betűk szerencsére, de sajnos nem igazán látható. Úgyhogy én csak azt tudom kérni a tulajdonostól, hiszen ugye ez egy magántulajdon, tehát ebbe a város beleszólni nem tud. Mi azt kértük, és most is azt kérem mind a szálloda tulajdonosától, mind pedig attól a szállodalánctól, akikhez kapcsolódik most már ez a szálloda és ez a hotel, hogy a névben beleértve a királyt is továbbra is a hagyományos tradíciókkal rendelkező nevet, tehát a magyar királyt is rögzítsék, mert úgyis így ismeri mindenki ezt Székesfehérváron. Szerintem egyébként kuriózum, tehát az európai szinten is, hogyha valahogy a szállodaláncon belül meg akarják egy kicsit különböztetni ezt a hotelt, akkor pont talán ezzel a névvel is lehet. Egyébként egy gyönyörű épületről van szó, egyébként kiváló belső üzemeltetéssel, jó konyhával, jó étteremmel. Én szerintem mindenkinek, így a szállodának is az lenne a jó, hogyha ez a szép régi felirat ez látszódna, ha ebbe bármit a város tud segíteni, akár a lánc irányába való közös lobby tevékenységbe szívesen megtesszük, de a döntés az sajnos nem a polgármesternél és nem a városházánál, hanem a szálloda tulajdonosánál van. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy hívtak minket, illetve hívjanak még adásunk ideje alatt, hogy kérdésük van, feltehetik, viszont Rába Henriette is kint járt az utcán. Én javaslom, hogy tekintsük meg az első összeállítást, amit a fehérváriak kérdései vonatkozásában érthetünk.
23-as busznak az Áron Nagy Lajos téri megállóit miért hagyták ki? Öregek is vannak még a világon, és azok nem tudnak eljutni a Budai útra. Nyíregyházán lakunk, a földi nagy városba, viszonylag nagy városba, és kíváncsiak voltunk a Dunántúlra, hogy milyen. És ez eddig tetszik, ez a belváros, most megyünk a templomba, meg a főteret néztük meg, Szárcsa hotelbe szálltunk meg, tegnap érkeztünk. Milyen tavat? Sóstói tó. Egyébként Nyíregyházán is van sóstói tó, minő véletlen, hogy a sóstói tó itt is van, és ott is van. Szép kis történelmi múltú város, utána olvasunk, és érdekelt. Hát nem jártunk erre. Szépül, épül, tehát hogy különösképpen nincsen semmi, amit hozzá tudnék fűzni. Nagyon jó, hogy ő a polgármester itt Fehérváron, mert azóta szépülünk elég szépen. Nagyon jó a véleményem, tisztaságról főleg. Úgyhogy itt mind ilyen ragyog, a múltkor boldog voltam, ilyen külföldiek voltak itt, meg kirándulók, és itt ültem a fő utcán, és akkor egyik oda jött hozzám, és mondta magyarul, hogy olyan gyönyörű ez a város, micsoda tisztaság van, még a mellék utcákban is, hát azóta is nézem, hogy mindennel meg vagyok elégedve. A postával kapcsolatban. A Budai úton lakom, hát én voltam egy ilyen hasonló, mitten szervezőve, akármi, és hát elég ahhoz, hogy én nagyon meg vagyok ővele, mint polgármester úr, Cseparkovics András úrral, csak egy, hát többen, hogy adják föl a kérdést, megyek 4-5 kilométereket gyalogolok, és akkor az a kérdésem, hogy mondjuk én fiatal, vagy most is a postáról jöttem, de sok idősek, hát egyik is, másik is mondja, alig bír menni, és hát ugye olyan kérésük nem, nem tudok valamit. A buszközlekedésre vonatkozó kérdésre azt tudom válaszolni, hogy mostanában ugye ezzel kapcsolatban változás nem történt, tehát akkor ez egy korábbi változás lehet, amit a hölgy sérelmezett. Őtőle is azt kérem, hogy erre a pár hétre türelmet, és utána be fogjuk mutatni ezt az új hálózatot, és ezzel kapcsolatban nyugodtan ezt a véleményét is fogalmazza meg, de lehet, hogy már ez a hálózat ezt a problémát megoldotta. Egyébként még talán nem válaszoltam az öreghegyi kérdezőnek, volt egy olyan kérdés, hogy az esti buszjáratok, például ez a menetrend bővítés és módosítás mind a késő esti, mind pedig a hajnali buszokat tartalmazza, tehát jelentősen időben is ki fog bővülni a lehetőség, hogy buszra szállhassunk, akár mondjuk a színházat követően, vagy koncerteket, vagy sporteseményeket követően is lesz lehetőség késő esti órákban is autóbuszt használni. A 23-as pedig meg fogom nézni, de a hölgytől is azt kérem, hogy tegyem majd ugyanezt, amikor nyilvánosságra hozzuk az új hálózat és menetrendi terveket. A postával összefüggő kérdésben mi magunk egyetértünk, ugye 5 postát érintett a posta döntése, ugye nem az önkormányzat hozta meg ezt a döntést, utána a posta kezdeményezte, hogyha mi az üzemeltetés költségeinek a felét, mint város kifizetjük, akkor az adott postákat újra nyitja, de csak 3-ra volt ebben lehetőség, és nyilván a külső városrészben lévő postáknál tettük ezt meg, de nem a városon múlt, mi továbbra is tartjuk, hogy a Budai úti postahivatalt, ami egyébként önkormányzati tulajdonú ingatlan, akár térítésmentesen is szívesen odaadjuk a postának, hogy a posta azt postaszolgáltatásokra használja, de ez a döntés nem nálunk van. Fölmerült ugye az a lehetőség, talán ebben az adásban is beszéltünk már róla, hogy... Mint a lottózóknál, ugye? Így van, emlékszem. Hogy több szolgáltatást, akár a Széphő, Depónia, Fehérvíz szolgáltatását egy postai szolgáltatással együtt egyfajta ügyfélszolgálatként megvalósítjuk ebben a Budai úti egykori postai ingatlan, vagy postahivatalban. Meglátjuk, hogy a posta erre nyitott lesz-e, folynak az egyeztetések, a Városgondnokság folytatja ezeket éppen. Ha eredményre vezet, ha esetleg nem vezet eredményre, ugyanúgy a nyilvánosságot erről tájékoztatni fogjuk. A dicsérő szavakat nagyon szépen köszönöm a fehérváriaktól és az itt ide látogató nyíregyházi kedves turistáktól, illetve a külföldiektől is, akiktől szerintem fontosak ezek a visszajelzések, mert mi, akik mindig itt élünk, nyilván jobban látjuk a problémákat is. Fontos, hogy aki kívülről lát bennünket, itt van néhány napot, és ránk néz, ő neki mi a benyomása,
azt is érdemes szerintem megfontolni. Örülök, hogyha ők úgy látják, hogy a város tiszta és rendezett. Ez sok ember közös munkájának az eredménye. Köszönöm szépen, és akkor jöjjön a második ilyen gyűjtemény, amivel Rába Henriett, a kolléganőm készült. Indával kapcsolatban, hogy lesz-e valami javítás, vagy esetleg megszüntetik teljes mértékben? A szokásos kérdés, tudom, hogy már unja a polgármester úr, hogy parkolási gondok a lakótelepen is, ahol lakunk. Ha később jövünk haza, akkor már körözzünk, hát ha valaki elmegy. Szép, tetszik az a belső rész, majd bejártam. Tetszik, meg szépen rendben van, látom, takarítsák. Szépen rendben van. Az a tér, ahol mi a kutyáinkat sétáltatjuk, nagyon nem figyelnek rá az emberek. Időnként a városgondnokság is elhanyagolja, mert nem mindig söpri fel a lehullott leveleket. Meg hát szóval nem, sajnos nem minden olyan szép rajta, mint korán volt. Tehát lehet, hogy az idő is belejátszott, de az idén kicsit elkeserítő állapot volt. Más egyéb nincs. Meg hát én úgy vagyok vele, hogy lehetnének ezek a részek, ami itt van, szebbek, tehát a varkocs, visszavarázsolnám a kis halastavat, és a mögötte lévő házat meg nagyon jó lenne, meg itt az építős, ami építős valami volt, tudod, Marika, azt úgy jó lenne rendbe tenni, mert a belvároshoz tartozik, és aki itt elmegy, az mind látja, hogy el van hanyagolva. A Barátság házánál volt, lehetett egyenesen menni, most meg lezárták, és az egy kicsit kellemetlen, és a táblát nem cserélik le, hogy az ember nem tudja. Sokszor oda mennek a kocsik, és nem tudnak elmenni. Nos, hát sokrétű kérdések érkeztek ebben a blogban is. Ugye a Barátság házánál itt is azt tudjuk megerősíteni, erről előbb már beszéltünk, ugye ott egy felújítás zajlik, építési terület, egyszerűen figyelni kell. Szerintem táblázva van, ezek viszont többször változnak, ahogy maga az építkezés ezt megkívánja. Változott a forgalmi rend, és még változni is fog mindaddig, ameddig az építészeti beavatkozást nem fejezzük be. Nincs most már sok vissza, úgyhogy kis türelmet kérek és figyelmet. Az lett volna az alternatív, hogy teljesen lezárjuk hónapokra ezeket az útszakaszokat. Szerintem annak senki nem örült volna, folyamatosan lehetett használni. Hol ez volt lezárva, hol az lett egy kicsit korlátozva, de az átmenő és a helyben lakók forgalmát is tudtuk engedni, és szerintem ez egy fontos kérdés volt. Hát nem szabad rutinból közlekedni talán. Igen, nyilván az ember magán is érzi, hogy a város, ami az otthona, abba tud úgy közlekedni, hogy megszoktuk, és hogyha hirtelen valami változik, akkor azon meglepődünk. Ez szerintem természetes, de most azt kérem mindenkit, hogyha látjuk, hogy egy útszakaszon komoly felújítás zajlik, akkor figyeljünk jobban oda, mert lehet, hogy a rutinon egy kicsit változtatni kell, de hamarosan visszaáll egyébként ez a fajta rutin, hiszen befejeződik a Móri út és környezetének megújítása. Ugye vannak a belvárosban magántulajdonú házak, értelemszerűen a társasházak tudják ezeknek a felújításával kapcsolatos döntéseket meghozni. Azt a jó hírt tudom mondani, hogy a jövő évben szándékozunk, látom, hogy a költségvetési helyzet ezt lehetővé fogja tenni, visszahozni a belvárosi felújítási programhoz való városi hozzájárulás pályázati lehetőségét, úgyhogy talán az érintett ingatlan felújítása is meg fog tudni történni. Igen, ezen a nyáron, tavaszon el is mondtuk, hogy volt probléma a közterületek rendben tartásával. Ugye rengeteg csapadék volt, otthon akinek saját kis kertje van, az pontosan látta, hogy szinte hetente kellett füvet nyírni. Erre nyilván 4 millió négyzetméter közterületen, zöld területen nincsen lehetősége a városgondnokságnak. 100 ember folyamatos túlórával szinte folyamatosan dolgozott. De az egyik oldalon nagyon jó, hogy volt csapadék, a másik oldalon ez sajnos jelentett ilyen kis bosszúságokat. Teljesen egyetértek a hölgyel, hogy viszont az is nagyon fontos, hogy mi magunk is rendben tartsuk azokat a területeket, közösségi tereket, amiket egyébként használunk. Az Indával kapcsolatos megjegyzés teljesen jogos. Én őszintén szóval már ennek a technológiai bütykölésében nem hiszek, úgyhogy nem is ebbe az irányba megyünk, hanem amit pár héttel ezelőtt bejelentettük, azt itt is meg tudom erősíteni, hogy cserélni fogjuk, és az Inda helyett egy kő motívum kerül majd
kialakításra, benne Fehérvár történelmére, kulturális örökségére való utaló jelekkel, kis szövegrésznek a grafikai megjelenésével. Látni, talán, ugye? Igen, ugye egy-két helyen egy-egy próbakőrendszert kiépítettünk, és ezt fogjuk végigvinni. A tervek már ennek megfelelően készülnek, a pénz rendelkezésre áll, úgyhogy szerintem 2024-ben vagy 2025-ben, attól függ, hogy időpontilag ugye a nyarat is idevéve, turisztikai szezont, mikor hogy tudjuk cserélni, de mindenképpen cserélni fogjuk. Fölmerült technológiai megújítás lehetősége is, de kicsit bizalmunkat vesztettük ezek megoldásokkal összefüggésben, úgyhogy szerintem egy szép, de rendezett és működő kialakítást fog kapni a főutca ezen része is. Köszönöm a választ, és közben jelezték kollégáim, hogy van még egy betelefonálunk. Köszöntöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Halló, jó estét! Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kérdezni szeretném a polgármester úrtól, hogy a ciszterci templom megvilágítása, illetve hát a főutca megvilágítása. Miért működik? Mindenféle szempontból takarékosságra törekszünk. Úgy gondolom, hogy este 9-8-9 után már kevesen sétálnak az utcán, ugyanakkor a ciszterci templomnak a tornya talajról, a reflektorokkal éjjel, éjfélig, egy óráig rendszeresen meg van világítva. Ez is egy takarékossági lehetőség lenne. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a kérdést. Köszönöm szépen. Nyilván a templomok diszkivilágításához a városnak túl sok beleszólási joga lehetősége nincsen. Nyilván a rend dönt a templom működtetéséről, üzemeltetéséről, világításáról is. Azt tudom viszont mondani, elvonatkoztatva most a ciszter templomtól, hogy ahol újonnan kerül kialakításra diszkivilágítás, például a Városháza, a homlokzata, vagy mondjuk akár a stadion, akár a multicsarnok, ott már egyébként rendkívül takarékos ledizzókkal történik ez, tehát azok már érdemben gyakorlatilag nem fogyasztanak áramot, tehát ott költségoldalon nem igazán jelenik ez meg, de ott is figyelni fogunk arra, mert ha más nem, az üzenetértékét tekintve fontos, hogy mondjuk éjjel ezeknek nem kell világítani, hiszen éjszaka ezekben nem tudunk gyönyörködni. Este, kora este, amikor még sokan vannak az utcákon, akkor ennek van értelme, szerintem szép hangulatot ad, de egyetértek azzal, hogy mondjuk éjfél körül felesleges ezeknek működnie. Rengeteg kérdés érkezett, műsoridőnk viszont véges. Én azért még két gyors kérdést, akik online tették fel, ezt mindenképpen feltenném önnek. Az egyik az, hogy Mári Józsefné érdeklődik, hogy mikor lép életbe a már aláírt intermodális csomópont építési szerződése, a másik pedig egy, hogy a városi alföldi tejtől tovább fogja vezetni a most épült kerékpárút, amivel egyébként nagyon meg van elégedve András, vagy megmarad a körforgalomnál, ahol mi semmiben nem folytatódik, illetve az is egy ilyen javaslat volt az ő részéről, hogy jó lenne, hogyha már megépült, akkor az Alba ipari zóna irányába folytatódna ez a kerékpárút. Teljesen egyetértek vele, és ez is a szándékunk. Ugye a napokkal ezelőtt bemutatott Európai Uniós forrásokra készülő városi tervnek ez egyébként része, tehát szeretnénk ezt a kerékpáros út és gyűjtőút szakaszt is folytatni, szerintünk van értelme, és azt is érzékeljük, hogy ahol kialakítottunk új sávokat, kerékpárutakat, ott azt jóval többen használják, ráadásul biztonságosan tudják ezt megtenni. Itt az Alba ipari zóna így a Budai útról is megközelíthető lesz a multicsarnokhoz kapcsolódó közlekedési fejlesztés keretében, aminek az engedélyeztetése már zajlik, de bízunk benne, hogy néhány hét múlva azt már a forgalomnak át fogjuk tudni adni, és azt annyiban megnyugtatnám, hogy a terv mindenképpen a másik oldalon is ennek a folytatása, és bízom benne, hogy ezek a uniós források megérkeznek Fehérvárra, és ha megérkeznek, akkor például ilyen beruházásokat fogunk tudni megvalósítani. És volt egy első kérdés, igen, az intermodális, az pedig az intermodálisra vonatkozott. Részben az is függ az uniós források érkezésétől. Ott a kormány most azt tette meg, hiszen ezt a beruházást állam bonyolítja le, hogy 6 hónappal erre volt jogilag lehetősége, meghosszabbította a szerződést, tehát 6 hónap áll még rendelkezésre, hogy a szükséges döntések megszülessenek. Reménykedjünk abban, hogy ez a végén pénzügyi értelemben egy pozitív döntés lesz majd. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk ide ma. És szerintem sokféle és sok kérdés érkezett szerencsére. Amire esetleg nem tudtam válaszolni, kérem, hogy akár a saját Facebook oldalamon keressenek meg, és ott természetesen szívesen adok választ egyéb
feltett, de itt most időhiányában el nem húzott kérdésre is. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, és természetesen polgármester úrral is folytatjuk majd ezt a beszélgetés sorozatot, ahogy azt most már mondhatjuk, hogy megszokhatták. Köszönöm, hogy itt voltak, viszlát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.